Készülj a hosszú térre, kedvesem, s készülj az áramszünetre, oly szívem. Na szerusztok, székelyek! Na szerbusztok, magyarok, s a magyarul beszélők. Itt a Big Fish csatorna, lássatok-e, még van villany, még van. Még van, hála a pipéknek. És hát gondoltam, csinálok egy ilyen videót, ugye, mert nem tudom, vetétek észre, hogy az osztrákok meg a németek azt mondták, hogy az áramszünetre készítik, egy ilyen propaganda videó lett, és az embereket készítik fel az áramszünetre, hogyha lesz, akkor mi lesz. Nos, ugye el kell mondjam nektek, hogy hát azért Fehér Oroszországon keresztül például Ukrajna is kap áramot, de nem csak ők kapnak. Tehát az oroszok nem csak áramot, hanem például a gázat is adják, ugye, az Európának. És hát itten komoly politikai dolgok vannak, de ugye nem nagyon szeretnék politizálni megint, mert a politikából mindig baj van. De elmondom nektek, hogy biza-biza egy olyan példával, mondok inkább egy példát, mert az jobban hangzik. Tehát itt arról van szó, hogyha az országunkból, most nem mondok országot, hanem így mondom, hogy az országunkból termelt áramot eladjuk nyugatnak, és ezt nem lássa a nép, csak azt lássa, hogy importálnunk kell áramot, tehát az áramkasszából költekeznünk kell import áramra. Ebből, hogy mit kell megértsetek, azt kell megértsétek, hogy igenis kiszipolyozzák az energia szükségletünket, megtizedelik, és ami van nekünk, azt ugye vásárolnunk kell a szomszédból. Tehát én sokszor kihangsúlyoztam, hogy ez a gazdagság, amit ugye a nyugatban láttok, nem pont azért vannak, mert ők nagyon ügyesek, vagy ügyesebbek, mint mi, vagy tehetségesebbek, vagy szorgalmasabbak. Mert ha a székelyt népet nézem, aki a földet évszázadok óta túrja, annál szorgalmasabb nép lehet, hogy nincs a világon. Én azt hiszem. De ezek egy kicsit okosabbak voltak, és az történt, hogy a tartalékainkat megvásárolják, de ez nem csak az áramra, vagy gázra, vagy a gabonára, vagy a zöldség, vagy gyümölcsre érvényes, ugyanúgy az ipar, stb. Stb. Sőt, még a munkaerőnket is megtizedelték. Ezért vagyok Németországban. Tehát ez egy nagyon jó jel, és azt hiszem, hogy most ez az áramszünetre való felkészítés is egy olyan jel, igaz, hogy propaganda filmnek indul, de egy olyan jel, hogy a Közép-Európa készül a pióca lepatintásáról. Hogy ez vérrel fog-e megtörténni, 99%-ban azt mondom, hogy igen. És be fog következni. Nem akarok most nektek jósolni, de nagyon-nagyon megtanították, hogy a kamra legyen teli. Egy nagyon nagy dolgot elmondok nektek. Az élelmet, az élelmiszert nézzétek meg, hogy honnan vásároljátok, és hogy valamikor hol vettétek, vagy honnan vettétek. A nyugatnak az az ereje, hogyha megszorítsa az élelmiszert, akkor nem lesz, onnan megvásároljuk, mert felöltözünk szép ruhába, úgy megyünk a nagy üzletbe venni valamit, ahova most kérnek zöld igazolványt, vagy oltást, bármit. Hónap után pedig megmondják, hogy fehérek jobbra-balra, a sötétebbek balra, vagy a szőkék jobbra, meg a fekete hőak balra. És ezt is le fogjuk nyelni, mint a gombóc. De eljön a nap, amikor kimegyünk az utcára. Mert ezek, ahogy megszorítsák őket, le fogják húzni a rollót, és nem lesz. És mit jelent, hogyha nem lesz például kenyér? Akkor elmondom nektek, hogy amikor nem lesz kenyér, akkor rá kell jöjjetek arra,
hogy a buzát el kell vetni, hogy el kellett volna vetni, hogy tavaszra kelljen ugye az őszi buzát. Úgy mondják, nem vagyok mezőgazdag. De akkor úgy mondom másképpen, a pityókát szeretem példázni, hogy a pityókát tavasszal bele kell húzni a földbe, hogy ősszel legyen pityóka. A kérdés az, hogy a tavaszt hogy érjük meg, és az őszt, amíg megnő a pityóka. Ez egy olyan eszmefuttatás volt megint, ahol lenyelek nagyon-nagyon sok mondatot, de ez ilyen Big Fizz stílusra van, úgyhogy ne aggódjatok, tudjátok, én ilyen vagyok, ti csak gondolkodjatok rajta, és evel be is zárom a ma esti villanyos videómat. Annyit tudok mondani nektek, hogy vigyázzatok magatokra, egymásra, ne felejtsétek el, az unió nem ország, medve nem játék, szőrmentére simogassuk. Csak akkor szivarazzál, ha van szivarad, és hogyha van időd rá. És még mit tudjak mondani? Hát, hogy osszátok meg ezt a videót, hogy mindenkihez jusson el. Puszi, csókol anyátok a messzi távolból, Rezső. Nyerjem a szavakot, nem mondok ki mindent, úgyhogy inkább elbúcsúzok. Megosztani, lájkolni, a YouTube csatornán, a Big Fizz csatornára feliratkozni, megnyomni a csengőt, és minden videót lájkolni, megosztani azért, hogy legyen egy pici hangunk, egy közös hangunk. Na, sziasztok!